Március közepétől könnyítettek a feltételeken, azóta érezhetően nőtt a családi otthon teremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél. Erről is szó lesz a mai híradóban, de most jöjjenek további híreink röviden. Új technológia, tegnap óta működik az országos jégkármérséklőrendszer. Óvatosan a napozással, másfélszeresére nőtt 10 év alatt a melanómás betegek száma. És pályázat Marony János életéről, munkásságáról készült videókat várnak. Ez itt a Híradó szerda estét, a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Érezhetően nőtt a csok igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken. A bankok közül a legtöbb otthonteremtési kedvezményt az OTP folyósította. Az első negyed évben 2000 igénylő részére átlagosan 3,5 millió forintot. A kedvezményt igénylők zöme használt lakást vásárolt. Nem túlzás azt állítani, hogy dübörög a lakáspiac. Nagyon sokan keresnek ingatlant, a panel a legkelendőbb. Aki el akar adni, most válogathat a lehetséges vásárlók között. Az ingatlan irodák is azt tapasztalják, hogy nagyon jól mennek a lakások, főleg a 2-3 szobás panelek iránt nagy a kereslet. A családok otthonteremtési kedvezménye, vagyis a csok pedig még nagyobb lendületet adott a fészekrakáshoz. Az esetek nagy részében az ingatlan vásárláshoz csokigénylés is kapcsolódik. A csokkal kapcsolatban elmondható az, hogy itt törvény írja elő a szabályokat. Vannak személyi és tárgyi feltételek a csok esetében. A személyi feltételeknél ugye az ügyfeleknek kell, az igénylőknek kell megfelelni a csok feltételeknek. A tárgyi feltételek az ingatlanra vonatkoznak alapvetően, tehát az ingatlannak kell csokra alkalmasnak lennie. Tehát egy komplex beszélgetés zajlik, amikor az ügyfelekkel találkozunk. A csok igénylésének száma érezhetően nőtt, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken. A pénzintézetek közül az OTP bonyolította le a legnagyobb forgalmat az első negyed évben, mintegy 7,5 milliárd forint értékben nyújtott otthonteremtési kedvezményt, a mintegy 2 millió igénylőnek egyenként átlagosan 3,5 millió forintot. Az otthonteremtési támogatás háromnegyedét használt lakás vásárlására igényelték a családok, a kedvezmény maximális összege 10 millió forint. Március 15-től a csok banki igénylésénél egyszerűbb esetben akár elég lehet a személyigazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a TB jogviszonyigazolása, az adásvételi szerződés vagy az építési napló, valamint egy nyilatkozat az egyéb körülményekről. A fontos változások közé tartozik az is, hogy már az ingatlan tulajdonnal rendelkező családok is kérhetik a csokot. Tegnap óta működik az országos jégkármérséklőrendszer. Az új technológia nem jelent többletkötelezettséget a termelőknek, mivel a gazdák befizetésén alapuló agrárkárenyhítési alapból finanszírozzák. A jégkár elhárító rendszer segítségével akár negyedére is csökkenhet a jégkárai viharok esetén. A Jéger elnevezésű országos lefedettségű rendszer lényege, hogy az előrejelzett jégesők közeledtekor acetonos ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ez bekerül a felhőkbe, és megakadályozza a nagyobb méretű jégkristályok kialakulását. Az új technológia tegnap óta működik. Amint egy 1000 generátorból álló rendszer az egész ország mezőgazdasági területét védi. Országos lefedettség Európában először Magyarországon történik, amit a Nemzeti Agrárkamara pályázatának köszönhetünk. Ugye a pályázatot lezárták tavaly októberében, szerződéskötés lett, majd decemberben indultak az előkészületek. Pest megyében összesen 74 generátor üzemel. Ezeket már februárban kitelepítették. Nagy szükség volt rá, hiszen az utóbbi években többször is komoly károkat okozott a jég. Pár évvel ezelőtt volt itt a városban egy jelentős jégkár, itt a környékben nagyon sok gazdálkodót érintett, ami nagyon komoly, tehát volt ahhoz tényleg 100%-ban elvitte a gazdálkodó termését, illetve hát azóta is lokálisan szerencsére ez egy jóval kisebb mértékben, de minden évben jelentenek a gazdák be nálunk jégkárt. Mi részt veszünk, segítünk nekik abban, hogy a kárenyhítési rendszer felé ezt be tudják jelenteni. Fontos, hogy a gazdák rendelkezzenek biztosítással is. A teljes kárenyhítés ugyanis csak ebben az esetben igényelhető vissza.
A jégkár elhárító berendezés működéséről Klémen György beszélt. Ez a talaggenerátoros rendszer, egy úgy mondhatjuk relatív egy olcsó rendszernek számít. Ez acetonos ezüstgyalitot juttat ki a levegőbe gyakorlatilag, tehát ez egy párloktatásos módszerrel jut fel a felhőbe, és ez gyakorlatilag megakadályozza a jégszemcsék összetapadását, tehát gyakorlatilag felaprítja őket, illetve nem engedi összetapadni őket, és így nagy eséllyel, mire földre érkezik, ez csapadék formájában fog jutni a jég, tehát megakadályozza a jégesőt. A rendszer működése 1,5 milliárd forintba kerül évente. Jó hír viszont, hogy ezt az országos kárenyhítő alapból rendezik, azaz nem kell külön fizetni érte a gazdáknak. 1,5-szeresére nőtt 10 év alatt a melanómás betegek száma Magyarországon. Ez a bőrrák legveszélyesebb fajtája. A bőrgyógyászok szerint a napozást nem kell teljesen elkerülni, hiszen fontos szerepe van a D-vitamin termelődésben, viszont figyelni kell a mértékre. Már most nyári meleg van az ország középső és keleti részén, az orvosok tehát már most felhívják a figyelmet, lassan szoktassuk bőrünket a naphoz. Gyorsan barnulok. Úgyhogy nekem elég egy 5 perc a napon, és megkap, hogy lesz színem. Arra vigyázunk, hogy ne folyamatosan feküdjünk itt, hanem menjünk, sétáljunk, beülünk árnyékos helyre egy kicsit. Azt betartjátok, hogy mondjuk délelőtt 11 és délután 4 között nem strandon, szabad? Strandon nem, de otthon igen. Tehát strandon nehéz betartani, hogy kijövünk, és akkor elvonulunk valahova. Oda kell figyelni, több faktorú, val kell kezelni, és utána meg a... ápolni kell. Egyre többen tudják, de még mindig nem lehet elégszer elmondani, hogy óvjuk bőrünket. Szokatlanul meleg van már most, ilyen időjárás júniusban szokott lenni. A hétvégén a strandok zöme megnyitott, sokan kihasználták a hosszú hétvégét és a 30 fok körüli hőmérsékletet. Fürdőztek, napoztak. Dr. Szabó Andráshoz sűrűn fordulnak tanácsért, melyik bőrtípushoz milyen naptejet érdemes használni. Én mindig azt mondom, hogy legalább 30-as faktorú legyen. Az Európai Uniós szabályok szerint a legmagasabb fényvédőt plusz 50-es faktorral jelölik. Tehát régebben volt 100-as faktorú fényvédő, most már nincsen, a legerősebb az a plusz 50-es faktorú. Hát aki egyes bőrtípusba tartozik, ott igazából főleg így a nyári szezon elején én ezt a plusz 50-est javaslom. Bőrünk még nincs hozzászokva a naphoz, ezért tényleg nagyon oda kell figyelni a fényvédelemre. Az érzékeny bőrűek még árnyékban is viseljenek kalapot és lengeruházatot, javasolja az orvos. Akár 10 perc alatt le lehet égni, a szívbetegek pedig ne menjenek 11 óra után a szabadba, hangsúlyozta a bőrgyógyász. Megdöbbentő adat, hogy az elmúlt 10 évben 1,5-szeresére nőtt a melanómás betegek száma. A napozásról nem kell lemondani teljesen, de tény, hogy a mértéktelen napfürdő és a leégés megsokszorozza a rákbetegség kialakulásának esélyét. Arany János életéről, munkásságáról készült videókat várnak a középiskolás korosztálytól. A pályázatot az Aranyfest Online Amatőr Rövid Film Fesztivál hirdette meg. Az alkotásokat szeptember 1-ig lehet beküldeni, műfaji megkötés nincs. A 14-19 éves korosztálynak hirdetett videópályázatot az Aranyfest Online Amatőr Fesztivál. A középiskolások Arany János életét, munkásságát mutathatják be. Minimum 1, maximum 20 perces videókkal nevezhetnek a fiatalok. Műfaji megkötés nincs, hiszen Arany János sokrétű személyisége számtalan módon megközelíthető, így bármilyen mozgóképes alkotás versenyben lehet. Kevesen tudják, hogy Arany Jánosnak kitűnő hangja volt. Szeretett gitározni, érdekelte a fényképészet, és lázba hozták a technika új vívmányai. Ezért is szeretnék, ha a diákok elmélyülnének az író világában. Így a videók is legalább annyira színesek lehetnének, mint amilyen Arany János személyisége volt, mondta a filmfesztivál szervezője. A diákok alkotásait szeptember 1-ig várják. A verseny 2 körben zajlik. Az elődöntőben a közönség szavazatai alapján havonta 3 alkotás juthat tovább, így összesen 18 videó szerepel majd a döntőben. Az 5 főből álló szakmai zsűri a leadási időszak lezárása után a közönség által legjobbnak tartott 18 munka közül választja ki a fesztivál legjobbjait. Október 1-e és 10-e között a közönség is szavazhat majd az általa legjobbnak ítélt alkotásra. A verseny október 13-án díjátadó gálával zárul. A részletes pályázati kiírás a www.aranyfest.hu oldalon olvasható.
Már elkezdte a felkészülést az augusztus 20-ai ünnepre a Patkós Irma Színház. A társulat valóban egy gigaprodukcióval készül államalapításunk ünnepére. Az István a Király Rock Operát mutatják be. Nem csak Cegléden, de a tervek szerint az ünnep előestéjén egy szomszédos településen is. Tavaly a Fejedelem című rockoperával ünnepelt a város, több estén át is. A Patkós Irma Színház előadása akkora sikert aratott, hogy több ráadás is követte az augusztus 20-ai bemutatót. Idén is jó időben a produkcióhoz méltóan korán elkezdte a felkészülést a Patkós Irma Színház az idei államalapítási ünnepre. Nem véletlen, hiszen egy olyan produkcióval készülnek, ami etalon, és sokan sokféle előadással fogják majd összehasonlítani. Az István a Király rockoperával egy gigaprodukció, ahogy a Látó Ricsi szokta emlegetni, ezen dolgozunk most. A darab rendezője Andó László, a zenei rendező Látó Richárd, aki már számos produkcióban és produkcióval kápráztatta el országszerte és a határokon túl is a közönséget. Most a Patkós Irma Színház ifjú színészeivel kezdte el a nem kis munkát. Hát most a munka dandárja folyik, nagyon lázas előkészületek mögött vagyunk, és nagyon lázas előkészületekben vagyunk, és remélem, hogy nagyon lázasak leszünk, mármint nem fizikailag leszünk lázasak, hanem ugyanolyan lelkesen fognak ezek a nagyon tehetséges diákok dolgozni, mint ahogy az elején elkezdtük. Rockoperáról van szó, vagyis nagyon kevés a próza. Ráadásul a dalokat nincs, aki ne ismerni. Ennek ellenére nem egyszerű a színészek és a színészjelöltek feladata. Első feladata gyakorlatilag, hogy ő maga tanulja meg az anyagot, hogy méltó módon tudjon felkészülni a foglalkozásokra, és minél felkészültebb valaki, annál könnyebb dolga van. Hát ez az első feladata. A második feladata pedig oly módon abszolválni a fiataloknak, hogy ez befogadható legyen, érthető legyen, szerethető legyen. Ezek nehéz kihívások, de én úgy érzem, hogy megfelelek ezeknek a feladatoknak. Az iskola a színház nagy fába vágta a fejszét, az ország legendássá és kultikussá vált darabját mutatják be, és valóban gigaprodukció lesz. Az iskolánk minden tanulója szerepel benne, másrészt szabadtéri előadás lesz, ami egy új helyzet sokunk számára. Másrészt nagy kihívás minden énekesnek, úgyhogy ez tényleg egy gigaprodukció. A szereposztásról és az előadásról időben tájékozódhat mindenki az előadás előtt. Néhány részlet azonban már most is tudható. Nagy vonalakban megvan már. A főszerepekben ugye a Koppányt játssza a Marosszéki Tamás, ugye a Gizellát a Szabó Rebeka, Saroltat ugye a Becker Bernadett, és a Istent jó magam. Lőrinc Tamás bronzérmet nyert kedden a kötött fogásúak 77 kg-os súlycsoportjában az oroszországi birkózó Európa-bajnokságon, Kaspiiskban. A budapesti honvéd versenyzője a helyosztón svéd riválissal csapott össze, és kemény mérkőzésen szép akciókkal 7-2-re győzött. A háromszoros Európa-bajnok, olimpiai, világbajnoki második Lőrinc a magyar csapat első dobogós helyezését szerezte meg a dagesztáni fővárostól, Mahacskalától, mintegy 15 kilométerre zajló kontinens viadalon. A 31 éves birkózó a riói olimpia után hagyta el eredeti súlycsoportját, a 66 kg-ot, és lépett feljebb két kategóriát. Azóta eddig minden világversenyén dobogóra állhatott. Tavaly az EB-n és a VB-n is harmadik helyen végzett 75 kg-ban, utóbbin viszont végül második lett az orosz ezüstérmes doppingvédsége miatt. Rövidesen háttér Szatmári Gáborral, a stúdió vendégei Lovas Ottó a mentőállomás, és Nagy Péter a katasztrófa védelem helyi kirendeltségének a vezetője lesz. Ez volt a Híradó szerdán itt a Ceglédi Városi Televízióban, friss hírekkel legközelebb holnap este, akkor ismét jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket!